Húsvét hetében tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Városi Televízió nézőit. Mozgalmas napokon vagyunk túl kollégáimmal, hiszen április 1-től egy új intézményi struktúrában működik a Nagyatádi Művelődési Központ. Az átszervezésről egy másik adásunkban számolunk majd önöknek. Mai műsorunkban a húsvéti készülődés mellett egyéb fontos, a lakosságot érintő témákat dolgoztunk fel nézőinknek. S hogy melyek ezek, megtudhatják képes ajánlónkból. Áprilistól hivatalosan is állami intézménnyé vált a tűzoltóság. Önkéntesek tisztították meg a szeméttől a Kaszó és Somogyszob közti útszakaszt. Márciusi ülésükön közmeghallgatást is tartottak a horvát kisebbségi önkormányzat képviselői. Pénzügyi helyzetükről, valamint tervezett programjaikról tárgyaltak a résztvevők a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestületi ülésén. Lelkes fiatalok szavaltak általuk választott költeményeket a Városi Könyvtár versmondó versenyén. Húsvéti kézműves foglalkozáson vehettek részt az érdeklődők a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központban. Kedves meglepetést okozott Szabó Emma írónő egy mozgássérült fiatalnak. Éled a természet és persze a lakók is a Petes Malmi Vidra Parkban. A Nagyatádi 5 próba első próbatételére a gyalogtúrára indultak szombaton a vállalkozó kedvű nagyatádiak. A Bozsik torna tavaszi fordulójának első állomását Lábodon tartották. Április 1-től hivatalosan és állami lett a Nagyatádi Tűzoltóság. Az ünnepélyes állománygyűlést hétfő reggel tartották az intézményben, ahol az új beosztásban lévő személyek ismertetése mellett kinevezések átadására is sor került. Ez év január 1-től átalakult a katasztrófavédelem, mely minden tűzoltóságot érint. Az átszervezés kapcsán a szervezet struktúrája is megváltozott. Április 1-től már ebben az új formában működik a Nagyatádi Tűzoltóság is. Az ünnepélyes állománygyűlésen dr. Horváth Jenő is részt vett, aki az új katasztrófavédelmi kirendeltségek és tűzoltóparancsnokság vezetői kinevezéseit ismertette. Nagyatádon a parancsnoki feladatokat ezentúl Gresa Gábor, tűzoltó főhadnagy végzi, míg a parancsnok helyettesi teendőket Ó. András, tűzoltó hadnagy látja el az elkövetkezendő időszakban. Elsőjétől a szolgálat parancsnokok személye is megváltozott. Az A, B és C csoport parancsnokai Kovács András, tűzoltó százados, Káplár Dániel, tűzoltó hadnagy és Nagy Gábor, tűzoltó zászlós lettek. Ők a nagyatádi parancsnokságon teljesítenek szolgálatot a jövőben. Oblián Gábor tűzoltósági felügyelői beosztásba került. Rácz Csaba ezentúl a polgári védelmi felügyelő feladatait végzi. Dékigy Ferenc az iparbiztonsági felügyelői teendőket látja el. Tamás Csaba hatósági osztályvezetői beosztásba, míg Peti Ferenc kiemelt főreferens beosztásba került. Őket a Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományába helyezték át április 1-től. A Barcsi Székhelyű Kirendeltség végzi a hatósági ügyek intézését, tehát mondjuk tűzoltósági vagy korábbi tűzvédelmi ügyeket azt a Barcsi Kirendeltségen lehet intézni. A másik fontos változás pedig, hogy a korábbi csurgói köztesteti tűzoltóság, ami most már önkormányzati tűzoltóság, annak a közvetlen felügyelete az a nagyatádi hivatásos tűzoltósághoz tartozik. Ez azt jelenti, hogy ezentúl közösen vesznek majd részt a csurgói és a nagyatádi lánglovagok a képzésekben és a gyakorlatokban. Az egységesség az nagyon fontos. Egységes katasztrófavédelmi szervezet jött létre mostantól. Ebbe bekerült a korábbi polgári védelmi feladatokat ellátó szervezet, bekerültek a tűzoltóságok, de a tűzoltóságok közötti hierarchia az megmaradt továbbra is, de szakmailag teljesen egységes alapelvek és gyakorlatok mentén kell dolgoznunk. Én úgy gondolom, hogy a tanulásban nagyon sok feladatunk van. Tehát ahhoz, hogy ez tényleg egy jól, hatékonyan, egységesen működő szervezet legyen, ahhoz nagyon sokat kell tanulnunk, és nagyon sokat kell gyakorolnunk. Mivel az állomány jó részt fiatalokból áll, szükség van a tanulásra, a gyakorlati ismeretek elsajátítására.
Az átszervezés az önkéntes tűzoltó egyesületeket is érinti, akikkel eddig is, és remélhetőleg ezután is jó kapcsolatot ápolnak majd a nagyotádiak, tette hozzá dr. Horváth Jenő. Gondolom, hogy a tűzoltó egyesületek nélkül mi félkarú óriások vagyunk. Nagyon jól mutatta ez a márciusi időszak, amikor az avartüzek tömegével kellett megbirkózni, hogy önkéntes egyesületek nélkül magunk nem vagyunk képesek ezt a feladatot 100%-osan megoldani. Eddig 27 önkéntes egyesülettel volt együttműködési megállapodásunk, akik vállalták a feladatkörükben tűzoltást a megyében. Nagyotát körzetében is több ilyen egyesület van, ha jól emlékszem, 7 egyesülettel volt a nagyotádi tűzoltóságnak, illetve a csurgói tűzoltóságnak megállapodása. Ezeket most újítjuk meg. Az önkéntesekre is szigorúbb szabályok vonatkoznak január 1-től, mint eddig. Ez a változás elsősorban a támogatási összegek igénylésére terjed ki. Azokat a pályázati pénzeket, amelyeket ők nyernek, annak a felhasználását tételesen, folyamatosan ellenőrizzük, viszont új lehetőséget kapnak. Tehát aki megfelel az elvárásoknak, a szakmai követelményeknek, én úgy gondolom, hogy a jövőben ugyanúgy, vagy még jobb pályázati lehetőségekben fog részesülni. Az igazgató elmondta, a korábbi évek tapasztalatait figyelembe véve a jövőben is rendeznek majd önkéntes tűzoltóversenyeket, melyek a versenyzés mellett a gyakorlási lehetőség miatt is népszerűek a lánglovagok körében. Úgy gondolom, hogy ez a kapcsolat legalább ilyen szoros, vagy még szorosabb lesz. Tehát a célunk feltétlenül az, hogy az önkéntes tűzoltó mozgalom erősödjön. Az önkéntes tűzoltó egyesületeknek én úgy gondolom, hogy ezen kívül nagyon fontos helyi feladatai vannak, nem csak a tűzoltás, akár tűzmegelőzésben is be tudnak segíteni, másik dolog pedig nagyon fontos közösségépítő szerepük van. A közösségépítés mellett a helyi védelmi képesség kiépítése is fontos, tette hozzá dr. Horváth Jenő. Az állománygyűlésen az is elhangzott, a nagyotádi lánglovagok szerepe a tűzoltás mellett a polgári védelem, melyért a jövőben is mindent megtesznek a nagyotádi hivatásos tűzoltóparancsnokság munkatársai. Eldobált papírzsebkendők és sörös dobozok hevertek az út mellett Kaszó és Somogyszob között. A HM Kaszó Erdőgazdaság ZRT munkatársai úgy döntöttek, közös szemétszedésre invitálják a környékbeli településen élőket. A kezdeményezés eredményesnek bizonyult, hiszen ezúttal közel 70 zsák hulladékot gyűjtöttek össze az aktivisták. Nagyszabású személygyűjtési akciót hirdettek a HM Kaszó Erdőgazdaság ZRT munkatársai, hogy megtisztítsák az erdőt az eldobált hulladékoktól. A cég plakátok és egyéb figyelemfelhívó eszközök hirdetések segítségével csábította a természetvédőket a szemétszedésre. A hulladékgyűjtő zsákokat, a kesztyüket és a láthatósági mellényeket a szervezők biztosították a program résztvevői számára. Elég elszomorítanak tartjuk, hogy ugye az az energiával, amivel elvihetnék a szeméttelepre, vagy kukába kidobhatnák az emberek zöme autóból, vagy akár gyalogosan is eldobálja a szemeteit. És ezért gondoljuk azt, hogy nagyon fontos, hogy ugye meghatározza mindennapjaink hangulatát is az, hogy milyen környezetben élünk. Ezért fontos nekünk is, számunkra is, hogy olyan környezet vegyen minket körül, ahol kevés szemét van. A cég ezúttal egy nagyobb körben hirdette meg akcióját, hiszen a munkatársok mellett több településről is érkeztek lelkes segítők, hogy közösen tisztítsák meg az út melletti árkokat a sok szeméttől. Saját dolgozóink körébe kötelezőnek tettük, összesen olyan 100-120 fő a dolgozókon kívül környező iskolákból vesznek részt, Somogyszobról, illetve Csurgóról, illetve a faluból is jelentkeztek páran, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy sikeres ilyen szempontból a program. A felnőttek mellett több gyermek, általános iskolai osztály is részt vett a programon. Szász Mihály hozzátette, a cég életében nem a mostani volt az első ilyen szemétszedési akció. Korábban is, tehát közmunkásokkal mi saját magunk szedettük, 2 hete szedettük össze az utak mellett, és ahhoz képest most egy órán belül egy platónyi szemetet szedtek össze újra, amit el kell szállítani. Tehát szinte úgy lehet, azt lehet mondani, hogy hetente lehetne ezt az akciót szervezni. Somogyszobról egy 3. évfolyamos osztály indult útnak, hogy összeszedjék az út mellett található hulladékokat. Önként jelentkeztem a mai szemétszedési akcióra. Miért jelentkeztél rá? Mert fontos a környezetünk. Milyen szemetet gyűjtöttetek a mai napon? Mit találtál legtöbbet itt az árokparton? Sörös üvegeket, meg zsebkendőket. És mi lesz ezeknek a sorsa? Mit csináltatok velük? Hát kukákba tesszük, és elviszik. Be szoktál szemetelni? Nem, én nem nagyon.
És milyen szemetet találtál itt a mai napon? Általában miket gyűjtöttetek össze? Hát papírzsebkendőket, sörös üvegeket. De ezeknek ugye nem itt lenne az árokparton a helye, hanem hol? Ilyen szemetesekben. Az akció alatt közel 70 zsák szemét gyűlt össze, melyeket a jól megérdemelt ebéd után szelektíven szét is válogattak a program résztvevői. Közmeghallgatásos ülést tartott Nagyatádváros horvát kisebbségi önkormányzatának képviselőtestülete. A tagok több fontos kérdésben is döntöttek márciusi összejövetelükön. Április végétől saját irodahelyiségben fogadhatja majd az érdeklődőket a horvát kisebbségi önkormányzat. A testületnek ezzel egy régi álma vált valóra, hogy a volt délság épületében egy irodahelyiséget biztosít számukra Nagyatádváros önkormányzata. Többek közt ezzel a jó hírrel kezdte tájékoztatóját dr. Ludas László, aki a feladat alapú támogatásokról is beszélt a jelenlévőknek márciusi testületi ülésükön. Meglepődve tapasztaltuk, hogy talán abból is adódóan, hogy mi egy fiatal önkormányzat vagyunk, hogy nem használtuk ki a rendelkezésünkre álló keretet, és ebből következett az, hogy például a Nagyatádváros önkormányzat által biztosított 200 ezer forintot, azt nem is kaptuk meg, mert nem is igényeltük. Továbbiakban is törekedni fogunk a tudatos és csak a feladatra koncentráló pénzfelhasználásra. Az ülésen a horvátországi Križevci és Nagyatádváros közötti pályázat is szóba került, mely ha sikeres lesz, mindkét településen egy-egy nagyobb volumenű beruházás valósulhat meg. Ott egy zsinagóga, nálunk pedig a zeneiskola, mint közösségi ház, elsősorban turisztikai célra történő felújítása fog megtörténni, tehát egyfajta információs turisztikai központ lesz mind a két városban, a két épületben kialakítva, és ahhoz kapcsolódóan kiállító termek, klubhelységek, konferenciaterem. Sinem van ez a pályázat, a gesztora Križevci, és ők irányítják az egészet. Mi minden adatot megadtunk, és megírtuk a saját tervünket. Most a bírálat folyik, és remélhetőleg, ha sikeres lesz a pályázat, akkor ez a jövő évben, tehát 2013-ban fog megvalósulni, és le is fog záródni ez a beruházás. Amennyiben eredményes lesz a két város által benyújtott tender, a nagyatádi önkormányzat közel 140 millió forint támogatást kap a felújítási beruházás megvalósításához, melyhez mindössze 10 millió forint önrészt kell biztosítania. A horvát önkormányzat költségvetése mellett a képviselők arról is beszéltek az ülésen, az idei évben első alkalommal rendeznek horvát nemzetiségi napot, melynek több célja is van. Az elsődleges célja az, hogy megmutassuk magunkat, hogy létezünk, hogy minél többen tudjanak itt Nagyatádon, nem csak a horvátok, hanem a horvát nemzetiségűek, hanem a magyar és a többi nemzetiség, többi kisebbség is tudjon, hogy létezik Nagyatádon ez az önkormányzat, hogy aktívan akar részt venni az itteni programok alakításában, hasznosan próbál tevékenykedni, és szeretnénk ezen kívül még a régióban, tehát Somogy megyében lévő, sőt Zala megyében lévő horvát kisebbségi önkormányzatokat is bevonni vendégként, vagy szereplőként, hogy ők is tudjanak rólunk. Erre a napra május 12-én kerül sor Nagyatádon, ahol meg annyi programmal várják az érdeklődőket a szervezők. A József Attila Kollégium udvarán a főzőverseny mellett különféle sportversenyekre is benevezhetnek majd a rendezvény résztvevői. Érkezni fog egy, tudomásom szerint egy 30-35 tagú tambura zenekar, aki egy egyórás koncerttel készül. Színpad lesz, egyéb programok, a részleteket most a többi, tehát hogy kitöltsük ezt az egész délutánt, azt most szervezzük, és a horvát nemzetiségűek számára tartunk egy kisebb rendezvényt még a nagy teremben, a kollégium termében, vacsorával összekötve, és ott hát megköszönve az egész napi munkát, majd meg nyilván vendégül látjuk a többi önkormányzatnak a képviselőjét. Programokban tehát nem lesz hiány, már csak az kell, hogy az időjárás is kellemes legyen május 12-én a horvát nemzetiségi napon. Képviselőtestületi ülést tartott a cigány nemzetiségi önkormányzat az elmúlt héten. A tagok pénzügyi helyzetük mellett a közeljövőben megrendezésre kerülő programjaikról is beszéltek a rendezvényen. Hat napi rendi pontot tárgyalt márciusi ülésén Nagyatádváros cigány nemzetiségi önkormányzatának képviselőtestülete. Elsőként a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról döntöttek a jelenlévők,
majd a 2012-es évi feladat alapú támogatásokról és a tavaly évben megkötött együttműködési megállapodásokról beszélt Ignác János. Azt gondolom, nagyon széles skálán mozgunk, rengeteg feladatot láttunk el, és új partnerek. Nyitni szeretnénk a pénzintézetek felé, a multicégek felé. Szeretnénk egy olyan kezdeményezést megtenni, hogy esetleg a romákat hogyan lehet foglalkoztatni, vagy milyen arányban foglalkoztatás, ez nem számunk kérdés, csak egyfajta tájékoztatás, egyfajta partnerség, akkor látjuk ki, hol mit csinál. A roma lakosságot érintő foglalkoztatást különösen fontosnak tartja Ignác János. A február 1-én induló közmunkaprogramokban is több roma állampolgár vesz részt, így a munkájukkal megszerzett jövedelmükből hónapokon át kenyér kerülhet az asztalukra. Én azt gondolom, hogy ez a közös cél, hogy mindenki munkát kaphasson és kenyert tudjon venni magának. Az ülésen az idei évre vonatkozó költségvetést is áttekintette a testület, melyet a szűkös jelzővel illetett az elnök. Megmaradt az a feladat alapú támogatás lehetőség, akkor a települési önkormányzat részéről lévő támogatás, és ott van az állami normatív támogatás, ami 214 ezer forint. Én azt gondolom, hogy azt mondjuk 214 ezer forint, hogy ez hú, micsoda nagy pénz, ez egy évre kell elképzelni, és nem tudnánk sem a munkánkat eredményesen végezni, sem a programjainkat, amit már 7-8 éve csinálunk, sikeresen végrehajtani, és ez a város kulturális életében is benn van, város rendezvény sorozatában beilleszkedik, mert ugye visszatérő programokról beszélünk. S ha már megemlítette a visszatérő programokat az elnök, az önkormányzat következő rendezvénye áprilisban lesz, ahol roma költők verseit szavalják majd a résztvevők. Április 20-án 8. éve már megrendezése kerül a megyei versmondó versenyünk, amelyet most már tudom a felkérések alapján az országos roma önkormányzat is képvisel magát zsűriben, itt lesz Balogh Imre, és itt lesz a területi cigány önkormányzat, és gyakorlatilag minél szélesebb körben, és azt mondom, minél intenzívebben vesznek részt, és nem utolsó sorban a helyi iskolákból lévő gyerekek, nagyon felkészítő tanároknak sok köszönhető, és itt vannak valóban, és nagyon felkészültek, és számomra egy élmény, és gyakorlatilag a kisebbségi önkormányzatnak, helyesebben a nemzetiségi önkormányzatnak az identitástudat fenntartása, ez egy nagyon fontos eleme és fontos része a kisebbségi önkormányzatunknak. A Roma Költők Napja címet viselő megyei versmondóversenynek a Városi Könyvtár ad majd otthont. Új izgalmas tárlattal várja látogatóit a Városi Múzeum. Az Informatika gyermekei című kiállítás a számítógépes játékok több évtizedes történetébe enged betekintést. A múzeum látogatói különféle eszközöket, régi, ma már nem használt számítógépeket, játékgépeket vehetnek szemügyre, valamint gyerekkorunk nagy kedvenceivel a Tetrisszel vagy a Nintendóval is találkozhatnak. A Nagyatádi Művelődési Központ és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum közös tárlatának hazai vonatkozása is van. Az egyik szekciók Napottónak, Somogy megye első informatika tanárának állít emléket. A kiállítás június 24-ig látogatható. Szavak csengenek, a fülembe zengenek, a fejembe belemásznak, a lelkemben muzsikálnak. Egy kis madár, mint írogat, s közben csak éneket, egy sziklafal útjába áll. Csatornak így vége lehet. Én is így lettem, néma misztikön, mikor tőlem elvették. Nekem többé már a nap se tüntökön, csak ha újra megérték. Adásunk híreit az interneten is nyomon követhetik. Honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk nézőinket a legfontosabb közéleti, kulturális és sporteseményekről. Emellett színes és egyre bővülő képgalériával várjuk látogatóinkat. Összeállításainkat a videógalériában, illetve a YouTube csatornán bármikor visszanézhetik. Aktuális adásaink időpontjáról, témájáról is tájékoztatást nyújtunk oldalunkon. Ha friss információk érdeklik, ha többet szeretne tudni a város mindennapjairól, kattintson a www.nvtv.hu oldalra. Nagyatádi Városi Televízió, mert rólunk szól.
A költészet napja alkalmából tartottak szavaló versenyt a Városi Könyvtárban. A több éves hagyományra visszatekintő eseményen az általános és középiskolás diákok mutatkoztak be. Népszerű a Városi Könyvtár évről évre visszatérő programja, a szavaló verseny. Az iskolás korosztályt megcélzó rendezvény minden esztendőben diákok sokaságát mozgósítja, hiszen kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a gyerekek a zsűritagok és társaik jelenlétében adjanak számot tehetségükről, és nem utolsó sorban fogékony memóriájukról. Az idei eseményen annyi jelentkező gyűlt össze, hogy a szervezők két csoportra osztották őket. Az idősebbek a felnőtt könyvtár részben adhatták elő a kiválasztott költeményt, míg a kisebbek az intézmény gyermek részlegében szerepelhettek. Minden évben a költészet napja alkalmából megrendezésekkel kerül nálunk a költészet napi szavaló versenyünk. Az általános iskolások, illetve középiskolai kategóriában rendezzük ezt meg. Mind a témát, mind pedig a szerzőt maguk választhatták ki a jelentkezők, így mindenki olyan szöveggel állhatott a zsűri elé, amelyet maga is kedvel, illetve amellyel a leginkább képes azonosulni. A versennyel kapcsolatban semmi kikötésünk nem volt. Az általános iskolák előre megtartották a házi versenyüket. Ide a Városi Könyvtárban már egy magyar költő egy versével lehetett jelentkezni. Vannak visszatérő versenyzők, akik már több ízben tették próbára képességeiket. A könyvtár munkatársai örömmel fogadták, hogy az egészen fiatal korosztály is nagy arányban képviseltette magát. A résztvevőknek nem volt okuk izgalomra, hiszen a zsűri és a szervezők a lelkesedést, a megfelelő hozzáállást is értékelték. Én úgy gondolom, hogy nem leszünk annyira szigorúak már, mint talán eddig. A legjobbak könyvjutalomban részesülnek és oklevelet kapnak. A tárgyi jutalmak mellett további szereplési lehetőség is jár a legügyesebb versmondóknak. Részt vehetnek a Hotel Solárban rendezendő költészetnapi rendezvényen, ahol nagyobb közönség előtt is elszavalhatják kedvenc verseiket. A szavaló versenyen a kisebbek versenyében az első-második osztályosok közt első helyezést ért el Fülöp Jessica, a harmadik-negyedik osztályosok közt pedig Herr Anna előadását találta a legjobbnak a zsűri. Az idősebbek közt az 5.-6. osztályban Fodor Zsuzsanna végzett az első helyen, a 7.-8. osztályosok közt pedig Kardos Petra és Pap Gréta megosztva szerezték meg az első helyezést. Húsvétra készültek a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központban. Az eseményen ezúttal különféle anyagokból készítettek tojástartótyúkokat a jelenlévők. Ugyan a szép hímes tojásokat a nyúl hozza, mégis leginkább köze a tyúkoknak van a húsvéti szimbólumokhoz. Talán ezért is készültek vidám tojástartók a legutóbbi kézműves foglalkozáson a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központban. Hosszú évek óta hagyomány, hogy az intézményünkben a cserségítő és a szolgált és a közösségi pszichiátriai ellátás a karácsony és a húsvét ünnepek közelettével kézműves műhelyet rendez. Ezen műhelyek megszervezésében nagy segítségünkre van Fülvét Gáborné, a bodviczai könyvtáros ismerősünk, aki minden egyes alkalommal nagyon szép dísztárgyakat segít nekünk készíteni. Nagyon kedvelik ezeket a programokat, általában 10-15 fő, aki részt szokott rajta venni, most jelenleg 8 fő az, aki eljött a mai rendezvényünkre. A foglalkozásokon a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kliensei vettek részt. A fiatalabb korosztály mellett egy olyan hölgy is kézimunkázott, aki már évekkel ezelőtt betöltötte 80. életévét. Ebből is arra következtethetünk, kortalan a kézművesség, csak egy kis ügyesség és némi alapanyag szükséges hozzá. A most készült húsvéti dísztárgyakhoz a kellékeket az intézményünk vásárolja meg, viszont nagy segítségünkre van a rendezvény megszervezésében, hogy a különböző szponzorok is jelentős szerepet vállalnak. A mai napon a D-Bak Kft. Ajánlott fel péksüteményt a résztvevők számára. Ezúttal ötletes tojástartók készültek a foglalkozáson, melyeket hosszú idő múlva is újra elővehetnek majd a program résztvevői egy-egy húsvéti ünnepkor. A mai alkalommal termoanyagból készítünk húsvéti tojástartó tyúkokat. Tömőanyaggal tömjük ki őket, és az oldalrekeszekbe lehet beletenni az otthon elkészített húsvéti hímes tojásokat. Ezeket a dísztárgyakat mindenki természetesen hazavieti, és az ünnepi asztal méltó dísze lehet. A program végén a cég által felajánlott péksüteményekkel kínálták meg a jelenlévőket, azonban a lila hagymás zsíros kenyér és a tea ezúttal is elmaradhatatlan kelléke volt az otthonban rendezett kézműves foglalkozásnak. Idén Nagyatádnak jutott az a lehetőség, hogy megszervezze a délsimogyi dalos találkozót. A vegyeskar ezúttal barcsi énekeseket látott vendégül.
Hosszú évekre visszatekintő hagyománnyal rendelkezik a Dél-Somogyi Dalos Találkozó. A rendezvényen a nagyatádi vegyeskar, valamint a környékbeli települések kórusai lépnek fel rendszeresen. A helyszín évről évre változik, hiszen minden alkalommal más énekkar látja vendégül a többi résztvevőt. Az idei eseménynek az Árpád Fejedelem Általános Iskola adott otthont. A csurgói vendégek betegség miatt ugyan nem tudtak részt venni a programon, de így is sok változatos és jól csengő műsorszámot hallhatott a közönség. A rendezvény kezdéseként Lengyelné Tóth Anita egy verssel köszöntötte a jelenlévőket, majd a Tulipán dalkör kedveskedett népdalokkal a hallgatóságnak. Ezt követően a vegyeskar vezetője Horváth Józsefné szólt az egybegyűltekhez. A dalos találkozót Orma István polgármester nyitotta meg, aki beszédében kiemelte a kórusok közösségépítő erejét, valamint azt, hogy egy ilyen esemény remek szereplési lehetőséget nyújt az énekkarok számára. A műsor Lengyelné Tóth Anita szólójával folytatódott, aki népdalokat énekelt a közönségnek. Ezt követően mutatkoztak be az énekkarok. Elsőként a Barcsé Bárdos Lajos vegyeskar lépett színpadra. A vendégek énekes blokja után következett a házigazdák programja. Az est folyamán klasszikus kórusművek és modern hangzású darabok egyaránt felcsendültek. A találkozót jövőre is megtartják, ekkor Bars látja vendégül a környék énekkarait. Jobb adni és örömet szerezni embertársunknak, mint kapni. Szabó Emma is így van ezzel, aki az elmúlt napokban okozott hatalmas meglepetést egy mozgássérült fiatalnak. Janka Piroska egy régi álmát váltotta valóra a nagyatádi írónő. Az országban, de még Nagyatádon is élnek olyan emberek, akik némán figyelik a világ dolgait, szemlélik a körülöttük lévő természetet. A Fészek lakó otthonban is él valaki, aki mozgáskorlátozottsága ellenére aktív közösségi életet él. Janka Piroska gyermekkora óta tolókocsiban éli mindennapjait, s legutóbb egy dédelgetett álmát váltotta valóra Szabó Emma, nagyatádi írónő. Egy áprilisi délután meglepetés vendégként érkezett a több kötettel rendelkező írónő az otthonba, aki egy ajándékot hozott magával Janka Piroskának. Mint utóbb kiderült, a fiatal amatőr író saját kötetét szorongatta kezében Szabó Emma, aki úgy döntött, segít a lánynak, s egy csokorba gyűjti verseit. A két alkotó ismerettsége nem olyan régre nyúlik vissza, így a nagyatádi író úgy mesélt első találkozásukról, mintha csak tegnap lett volna. Hát a Janka Piroskával karácsonykor, amikor volt a karácsonyi könyv vásár. Ott találkoztam a Jankával, oda jött, és olyan izgalomba volt. Ugye a szél azért erősen fújt, és a Janka Piroska jött, egy fiatal ember a Pisti tolókocsival, és hát izgalomba volt. És most nagyon boldog, örül, hogy végre megtalált. Én is nagyon örültem, és ahogy ránéztem, hát Janka Piroska egy gyönyörűség volt, mint egy kis angyalka ült volna a hideg télbe, tényleg olyan volt, mint egy friss virág. Szó-szót követett, és Szabó Emma néhány perc után a szívébe zárta a fiatal lányt, aki már akkor is tele volt szeretettel. Én úgy gondoltam, hogy ha nehézségeim is vannak, nekem sincs segítségem, de akkor segítek Jankának egy könyvet, egy olyan verses kötetet kiadni, ami az ő boldogságát, és ami örömöt okoz neki. És akkor kaptam tőle verseket, és én úgy gondoltam, elhatározásom az volt, hogy mindenhogyan segítem őt. És most azért vagyunk itt, hogy Janka Piroskának a költészet napjára egy teljes önálló verses kötetet, önálló kiadásban kiadtam és elhoztam ide a Fészek otthonba, és én nagyon örülök, hogy Jankának örömet tudtam ezzel szerezni. Janka Piroska 12 éve ír verseket, aki első alkalommal ajándékgyanánt ragadott tollat, s fektette papírra gondolatait. 15 éves koromban írtam az első verset pusztán abból elfontolásból, hogy a kis unokahúgomnak, aki 2 éves volt, nem volt pénzem ajándékot venni, na és hogy akkor mit adjak. És mindenki a családban mondta, hogy ehhez van tehetségem. A versírás akkoriban még nem volt, viszont szerettem az irodalmat, és megpróbálkoztam azzal, hogy összehozok valami kis verset, mint Petőfi Sándor, vagy akárki,
és sikerült, örömet szereztem vele, akkor még nem volt annyira, hogy én könyvet szeretnék kiadatni, de most már 12 éve írtam a verseket, és kerestem azt az embert, még akkor is, ha nem látszott, hogy ki az, aki egyáltalán emberként néz rám, elfogad, és úgy tud rám tekinteni, hogy ő segít nekem, és rábízhatom a verseimet, az életemet, a gondolataimat. Janka Piroskát a természet mellett általában barátai, ismerősei és az intézmény munkatársai ihletik, aki művész nevét a nagymamájától kapta. Azért lett Janka Piroska a művész nevem, mert apukámnak az anyukája azt szerette volna, hogy Piroska legyek, anyukám viszont már régeség elkeresztelt Jankának, és amíg csak élt a nagymamám, halátott, hanem ő mindig azt kérdezte, és azt mondta, hogy Janka Piroska. Hogy mi van a Janka Piroskával? Hogy van a Janka Piroska? És ő is írt verseket, őt Bizó Rozáliának hívták, és az ő tiszteletére fölvettem ezt a nevet. Ha megvan a kellő motiváció, már pedig mindig történik valami, ami írásra ösztönzi a fiatal lányt, 10-15 perc alatt megszületik egy-egy vers Janka Piroska tollából. Nézegetem itt az embereket, meg a világot, és elneveztem magamat a nagyatádi szeretett nagykövetnek, méghozzá azért, mert én általában a szeretetre vágyom, szeretetről írok, szeretetért, tehát engem a szeretet éltet. Nekem sokkal fontosabb az, hogy valaki szeressen, tiszteljen és becsüljön, mint hogy bármi más. Lehet az akár női indítatású dolog, nő és férfi között lévő bármiféle kapcsolat, de akkor is legyen meg a szeretet, tisztelet és a megbecsülés. Ha az nincs, akkor hiába van más. És én elsősorban erről írok. A természetről is csak úgy tudok írni, ha mondjuk megtetszik egy virág, vagy bármi, hogy jaj, de szép zöld a fű, akkor könnyebben tudok arról írni, hogy jaj, de szép zöld a fű, és akkor azt úgy körbeírom, körbe gondolom, és akkor azt úgy leírom. Tehát én úgy hip-hop nem tudok semmit írni. Az amatőr költő egy újabb kötetet szeretne megjelentetni a jövőben, hiszen csak 3 saját könyv után válhat valaki igazi íróvá. Pusztán nem a saját szórakoztatásom miatt, hanem az emberiségért, az embereknek, hogy érezzék át azt, hogy van egy olyan ember, aki szeretetre vágyik, és szeretetet tud adni, és aki esetleg a közelemben van, az nyugodtan fordulhat hozzám, ha csak egy jó szó kell neki, vagy bármi. Én nekem van egy saját kis szlogenem, Janka mindig segít. Janka Piroska első kötetét mindenkinek ajánlja, aki szeretetre vágyik. Az ünnepségen Szabó Emma elmondta, idén 3 könyve jelent meg a költészet napja alkalmából, melyekből szintén hozott egy-egy példányt Jankának. A Kis csillagok ragyognak című kötete az egészen kicsikhez, az óvodásokhoz szól. Ugyanígy a Fütyülő kószaszél, az szintén a gyermekverses kötet, az pedig lenne a nagyobb gyerekeknek, iskolásig, óvodástól iskolásig, akár felnőtteknek is, mert a szeretettel, a széppel, a csillagokkal, a természeti szépségekkel, és kimondottan az, hogy az egymáshoz való igazodás, az értékrendet felállítja a kicsiknek is, hogy kell épp úgy a szülőkhöz, a testvérekhez, vagy egymáshoz igazodni, mint ahogy az állatok szeretete is. Tehát egybe szerettem játékos kivitelben nekik, tehát hogy legyen kedvük olvasni. A 3. kötet a Változó természet címet kapta, mely a mindennapokról szól, s elsősorban a felnőtteknek ajánlja az írónő. A kötetben a Balaton mellett az erdők, a hegyek, s még meg annyi természeti szépséggel találkozhat az olvasó. Mindegyik olyan könyv, amit ajánlanám a kicsiknek, nagyoknak, közepesnek és a családoknak, mert a szeretetről szól, kimondottan a szeretet összefogását, a családot jelenti az minden írása, minden sora. És ezt szerettem volna ajánlani a tisztelt olvasóknak, azoknak, akik szeretnek, vagy akik már ismerik az írásaimat, hogy keressék ezeket a könyveket, mert nagyon sokat jelent az, amikor leülnek, és egymásnak, a gyerekek, a felnőttekkel, a család tud beszélgetni, vagy tudja olvasni. Más az, amikor csak a tévén keresztül vagy az internetet nézi, de itt beszélgethetnek. Szabó Emma elmondása szerint jobban izgult az összejövetelen, mint mikor egy-egy saját kötetének a bemutatóján olvas fel a hallgatóságnak. Úgy érzem, hogy ez egy akkora boldogság, ami húsvét hetébe vagy húsvét előtti napokban talán nekem is a legszebb ajándéknak számíthat, és gondolom, hogy Janka Piroskának is. És én nagyon-nagyon örülök annak, hogy ezt a vállalásomat most tudtam teljesíteni, vagy arra az időre, bár ő nem tudta, hogy ez a mai nap lesz, mert azt mondtam, hogy talán majd a jövő hét, vagy a jövő hónap időpontot nem tudott, és én meglepetten a kis Jankát
Nagyon boldog vagyok, hogy ezt teljesítettem, a legszebb ajándékom az életemben. A fészek lakóotthonban ezen a délutánon az érzelmek, a könnyek és az ölelések kapták a főszerepet, így már érthető, miért is nevezte el magát Janka Piroska, a nagyatádi szeretet nagykövetnek. A tavaszi időjárásnak köszönhetően a természet is éledni kezdett. Rügyeznek a fák, elkezdenek kinyílni a virágok, s a vidrák is egyre inkább beszélgetnek egymással. Ékes bizonyítéka ennek Dana és Ábel, akik a Petes Mami Vidra Park lakói, s már egy jó ideje egymás szomszédságában élik mindennapjaikat. Dana az alig egy éves vidralány, és Ábel a már-már 4 éves érett vidrafiú. A Petes Mami Vidra Park lakói közül talán ők ketten a legnépszerűbbek. Az elmúlt időszakban Dana egy új kifutóba költözött, hogy még közelebb kerüljön a gondozók által kiszemelt párjához. Eszméletlen jó viselkedésük is vidra, aranyos, közlékeny, nagyon szereti a látogatókat, és hallgassátok meg, igen, na mondjad. Mondja, drágaságom, nagyon-nagyon szeret játszani, teljesen rendbe jött, mint ahogy azt látjátok. Ábel melletti, jól van, Ábel melletti ketreltet kifutóba, ez egy új kifutó. Ott helyeztük el, hogy esetleg valamilyen szinten összeszokjanak, szeretnénk egy párt csinálni belőlük, ugyanúgy, mint a legelső kifutóba Ali és Luca, ahogy vannak, tehát gondolom egy kicsit látványosabb lesz, meg hát azért ők se lesznek egyedül. Dana a park lakója marad, hiszen gondozója szerint annyira szereti az embereket, hogy a vadonban már nem tudna élni. Akit kiszemeltek a vidralány párjának, szintén Balogh Márta gondozásában áll. Ábelt 2009-ben a Veszprémi állatkertből hoztam el, az Agárdi tó jegén találták, és hát egy nagyon-nagyon picike és nagyon beteg vidra volt, tehát ahogy látjátok, ő is rendesen felnőtt, több mint 12 kiló. És hát csajkereső körút indult, talán Dana bejön neki. A párkereső akció remélhetően sikeres lesz, hiszen már többször tapasztalta Balogh Márta, hogy beszélgetnek egymással az állatok, és ez jót jelent. Ez nagyon fontos, hogy sokáig legyenek egymás mellett, és mégse egymással. A legelső vidrámnál, Vikinél, hogyha emlékszel rá, tehát ott is ugye pasikereső volt, és abszolút nem kellett neki. Úgyhogy hát náluk sem úgy van, mint hogy nálunk, hogy beteszek, és akkor tessék, itt van a tiéd, de én úgy gondolom, vagyis hát remélem, hogy elég sok időt töltöttek el egymás mellett, és hogyha összeengedjük őket, akkor nem lesz itt gond. A két vidrát nyár végén szeretné majd egy kifutóba költöztetni a gondozó. Emellett egyéb programokkal is készülnek a látogatóknak a park munkatársai. Több olyat szeretnénk csinálni, ami tavaly is volt, ez a családi nap, ilyen játékos gyerekeknek vetélkedő, aztán szeretnénk egy író-olvasó találkozót, amint jó idő lesz, akkor tudósítani foglak benneteket róla. Telegdi Ágnes mesekönyvírónő, ő írt egy könyvet, tehát most adták ki, jó azok a csodálatos állatok címszóval, az ébredező természet, és ott Dana vidra a főszereplő, tehát mindegyik vidráról van fotó, és egy csodaszép kis mese. Úgyhogy őt szeretném ide meghívni, és tehát ez kellőképp meg lesz hirdetve, és ott mindenkit szeretettel várunk. A Petes Malmi Vidra Park az év minden napján nyitva áll a természetet kedvelők előtt, s azokat is várják ide, akik csak egy kicsit ki szeretnének kapcsolódni, és pihenni egyet a hatalmas fák árnyékában. A park az ugyanúgy, 10-től 6-ig minden nap, de ez azt jelenti, hogy ha bárki csoportosan vagy akár egyénileg úgy szeretne, hogy itt vagyok, úgy szeretne érkezni, hogy egy kicsit előbb fotózási lehetőség, tehát a parknak telefonszámai vannak, és ez mind megbeszélhető. A vidrák mellett egy 2,5 kilométeres tanösvényt is végigjárhatnak a látogatók, mely a halastavak élővilágához vezeti el a kirándulókat. Akik a túra során felmásznak a madármegfigyelőkre, csodálatos kilátásban lehet részük. Távcsővel, túra cuccal érdemes érkezni, és az, hogy 6 óra, ezt még el akartam mondani, tehát nyáron ez a kasszazárás ideje, de igazándiból a kedves látogató addig maradt kint, ameddig szeretne, és hát a naplementek azok nagyon szépek, azokat nagyon tudom ajánlani. A parkban az emberek mellett várja az érdeklődőket Dana, Ábel, Ali és Luca, valamint egy fekete gólya, mely szintén ritkaságnak számít Somogy megyében.
Március végén a budapesti serdülő A-diák olimpián szerepeltek a nagyatádi judóklub fiataljai. A csapat nem volt teljes, mivel többen betegség miatt nem vehettek részt a versenyen. Emellett volt olyan sportoló, aki hosszú lábadozást követően vállalta a kihívást. A fiúk közül Kiskó Gábor jeleskedett, ő a 7. helyen zárta a küzdelmet. A lányok sem okoztak csalódást, Sípos Babett bronzérmes lett, Forrai Vanessa pedig az 5. helyet szerezte meg. A következő héten Boros Bence bizonyított Szlovéniában. Bence 60 kg-ban indult, és teljesítményével a 3. helyet szerezte meg. Szép győzelemmel zárta legutóbbi mérkőzését a Rinyamenti KC felnőtt női gárdája. A lányok a tabella középmezőnyében álló Tolna együttesét fogadták. A hazaiak nagy előnyre tettek szert az első félidőben, a szünetben 21-10-es eredmény mutatott a tábla. A második játékrészben sem vesztettek a csapattagok magabiztosságukból, a javukra álló pontkülönbség pedig tovább nőtt. A mérkőzés folyamán Piri Virág, Balaskó Lilla, Sárdi Bernadett és Nyúlorsója találtak legtöbbször az ellenfél hálójába. Az RKC játékosai végül 38-25-ös győzelmet arattak a Tolna felett. A lányok 28 ponttal továbbra is a tabella élén állnak. Megtartották a nagyatádi 5 próba első programját. A résztvevők hétvégi próbatétele a gyalogtúra volt, melynek során a Rinyapart egy szakaszát érintették. Kellemes időben, napsütésben kezdhették meg első programjukat a nagyatádi 5 próba résztvevői. A vállalkozó kedvű nagyatádiak a Rinyapartra indultak gyalogtúrára a többfordulós rendezvény első alkalmával. A gyülekezőhely a sportcsarnok előtti terület volt. Itt várták a szervezők a jelentkezőket hangulatfokozó zenével és némi frissítővel. Hála Istennek maradt a szép idő, mert kicsit izgultunk, hogy eső ne legyen. Hát ma kezdjük meg ezt a hét rendezvényből álló sorozatot. A mai a gyalogtúra, 6,5 km, nagyon szép területen fog lezajlani a maga a túra. A helyszínen mintegy 200-an gyűltek össze, köztük iskolások és családok. Az oktatási intézményekben mozgósítási versenyt hirdettek, így szép számmal jelentek meg gyerekek is a rendezvényen. A résztvevők meghatározott útvonalat követtek a gyaloglás során. A városon keresztül megyünk, természetesen lesznek vezetők, tehát pontosan azért, hogy a túrán nehogy valaki véletlenül eltévedjen. Kimegyünk az Ínyi utcán egészen az öreg tölgyig, ugye a Kocsányos tölgyig, tudjuk, hogy onnan lágazó jobbra, jobb irányba, majd pedig egészen a kiserdőig. Kiserdőn lesz a fordító, és utána pedig a Rinyaparton fogunk végigjönni. A jelentkezők a program kezdete előtt a sátornál regisztráltatták magukat, hogy teljesítményük a fordulók során végigkövethető legyen. Természetesen fölviszik számítógépre a regiszt, a neveket, mert ezen túl már ki tudjuk akkor majd értesíteni a próbázókat a saját e-mail címükön is. Azon kívül pedig hát egy kicsit azért útba igazítjuk meg, mivel az első alkalomról van szó, hát egy-két technikai tudnivalót szeretnénk elmondani nekik. A gyaloglás végcélja ugyancsak a sportcsarnok volt, ahol még egy fontos intézkedés várt a túrázókra. Meg fogják kapni az igazolványukat, a próbaigazolványukat, akik az első távot teljesítik, hiszen tulajdonképpen a 7 alkalomból 5-öt kell teljesíteni ahhoz, hogy részt vegyenek majd októberben a záró bulin, ahol emlékpólóval fogjuk az olimpiai jegyében a nagyatádi olimpiai 5 próbát lezárni. A következő próbára április végén kerül sor, amelynek központjában a futás áll majd. A szervezők továbbra is arra bíztatnak mindenkit, hogy bátran vágjanak bele a kalandokba, hiszen a programhoz csatlakozni még most sem késő. Bonyhád gárdája ellen játszott hétvégén az NFC felnőtt férfi együttese. A játékosok nehéz, de sikeres mérkőzésen vannak túl. Az NFC felnőtt férfi együttese győzelmet aratott Bonyhádi ellenfelén a hétvégi mérkőzésen. Az öröm mégsem volt teljesen felhőtlen. Az eredmény pedig már az első játékrész végén is biztató volt. A játékosok 2-1-es hazai vezetéssel vonultak öltözőbe. A második félidőben egyenlítettek a vendégek, amire a nagyatádi játékosok egy szépítő találattal reagáltak, így a végeredmény 3-2-es NFC győzelem lett. A hazai sikerhez Reszli 2 találattal járult hozzá a 30. és a 66. percben, Vukán Nikolics pedig a 45. percben szerzett gólt a csapatnak. Pap Zoltán a győzelem ellenére nincs maradéktalanul megelégedve az együttes teljesítményével. Hétről hétre ugyanazokat a hibákat követjük, két hét ezelőtt is, mikor itthon játszottunk, tudtunk vezetni, és utána egyszer átadjuk az ellenfélnek a területet, nem tudjuk a megszerzett labdák után nem tudjuk pontosan kihozni, odaadjuk az ellenfélnek végig, és az utolsó percig izgulunk el a győzelemért.
Az egyetlen pozitívum, hogy rúgtunk 3 gólt és megnyertük a meccset. A második fél idő elején itt majdnem fölbillent a pálya, egyik oldalon volt támadás, ugye labdát szereztünk, akkor jó kihoztuk, jó fel tudtuk passzolni, létszámfölényes helyzetekben voltunk, az ellenfél kapuja előtt, csak egyszerűen vagy az utolsó passzok nem jók, vagy kiadjuk a helyzeteket. Tehát ez az, amin sürgősen javítanunk kell, meg azon, hogy hazai pálya megint kaptunk 2 gólt. Az együttes hetente 4 alkalommal tart edzést, az edző szerint a körülmények adottak a további sikeres folytatáshoz. A fiúk igyekeznek még biztosabban helytállni a következő megmérettetésen. Most megyünk Siófokra, aztán jön a nagybajom. Siófokon is ugye a nagyba függ attól, hogy kik a visszajátszók, az első csapattól, de hát nem érdekes, felkészülünk, aztán megpróbálunk nyerni. A tabellán jelenleg holt verseny alakult ki a 3. és a 4. helyen. A nagyatádi futballklub focistája Szent Lőrinc SE-hez hasonlóan 33 pontot szereztek a bajnokság eddigi fordulóiban. A Bercik Sára országos emlékverseny nyugat-magyarországi döntőjén bizonyíthattak legutóbb a ritmikus gimnasztika képviselői. A nagyatádi versenyzők mellett több vidéki egyesület mutatkozott be a rendezvényen. Március utolsó napján rendezték meg a Bercik Sára országos emlékverseny nyugat-magyarországi döntőjét Nagyatádon. A rendezvény keretében közel 90 tornász, köztük helybeliek és vidékiek álltak a zsűri elé. A siófoki és a pécsi együttesek mellett 2 kaposvári csapat jött el, illetve további 2 egyesület Szombathely környékéről érkezett városunkba. 2 kategóriára van bontva az egész verseny, a kezdők és a haladók kategóriája. Végülis ez a megkülönböztetés az annyit jelent, hogy ki milyen óraszámban edz egy héten, tehát nyilván a kezdőbe indítja az ember azokat a kislányokat, akik kevesebb óraszámban edzenek, és haladóba mehet az, aki vagy már korábban magasabb szinten versenyzett, és most már nem volt, vagy még mondjuk kicsi, és most ismerkedik meg a sportággal. A zsűritagok és a nézők változatos versenyszámokat láthattak. A lányok szinte minden tornaszerem megmutatták, mire képesek. A gyakorlatsorokat szalaggal, kötéllel és labdával hajtották végre. A legtöbb műsorszámban azonban szabad gyakorlatot végeztek a versenyzők, mivel a legfiatalabbak csak ebben a kategóriában nevezhettek. Ez ma tulajdonképpen csak egyéni verseny, de ott, ahol megvannak egy kategóriában minimum 3-an, ők alkothatnak együtt egy csapatot, tehát úgy nevezzük ezt, hogy egyéni csapat, amikor egyéniben megcsinálják a gyakorlatukat, de összeadódik a pontszámuk. Majdnem minden kategóriában érintettek vagyunk, talán 2-ben nincs tanítványunk, 22 versenyzővel indulunk ma, tehát a legnépesebb egyesület a pécsi mellett. A nagyatádiak így több csapatot is tudtak alkotni, a helyi résztvevők közül pedig az óvodás korosztálytól a felnőtt versenyzőkig mindenki képviseltette magát. Az országos megmérettetést szintén városunkban rendezik meg. Az eseményre május 11-e és 13-a között kerül sor a városi sportcsarnokban. Az juthat tovább, aki itt most aranyminősítést ért el, ami azt jelenti, hogy a mezőny első harmadában végez, illetve minimum 3 fő bejut, tehát ahol mondjuk csak 5-en indulnak, ott 3 fő mindenképpen bejut, ahol nyilván többen, ott pedig úgy döntjük el, hogy ki kap aranyminősítést, hogy ki végez az első harmadban. A nagyatádi tornászok elégedetten zárhatták a versenyt. Kezdő kategóriában az óvodás korcsoportú résztvevők között Mór Elemma bizonyult a legjobbnak. Csapatban Mór Elemma, Herskovics Borka és Bagó Aliz vívták ki a zsűri elismerését. Kisgyermek kategóriában Nagy Nikolett végzett az első helyen, a gyermekek között pedig Herskovics Hanna diadalmaskodott. Hanna csapattagként is sikeresen szerepelt, a Simon Boglárkával, Tulézi Eszterrel és Mórel Sárával közösen alkotott összeállítást szintén aranyérmesként végzett. Az óvodásoknál Fülöp Jessica érte el az első helyezést, kisgyermekkorcsoportban pedig Németh Szonya állhatott a dobogó legfelső fokára. A gyermekeknél Fodor Zsófia győzedelmeskedett, aki a legjobb előadónak járó külön díjat szintén kiérdemelte. Serdülőkorcsoportban Borsos Rebeka regionális bajnok lett. A junior versenyben Ludas Blanka végzett aranyérmesként, a felnőttek versenyében Kis Pálma lett a legjobb, aki teljesítményével regionális bajnoki címét védte meg. A rendezvényen az edzőket is elismerték. Balog Orsolya és Szabó Anikó munkáját a legjobb koreográfiáért járó külön díjjal honorálta a zsűri. Az országos megmérettetésre 20 nagyatádi tornász kvalifikálta magát. Megkezdődtek a Bozsik foci torna tavaszi fordulói. Az első állomás a Lávodi focipálya volt, ahol 4 korosztály fiataljai mérkőztek a legjobbnak járó elismerésekért.
Az aranycsapat jobb fedezetéről, a 101-szeres magyar válogatott Bozsik Józsefről kapta a nevét, azaz országos labdarúgó utánpótlás nevelési program, melynek keretében a 7, 9 és 11 éves fiatalok jutnak játék lehetőséghez. A tavaszi szezon első összejövetelét a Lábodi futballpályán rendezték, ahol 4 település gyermekei vettek részt. A házigazdák mellett Kutasról, Babócsáról és Nagyatádról érkeztek fiatal futballisták a megmérettetésre. OTP MOL Bozsik labdarúgó program, egyesületi program tavaszi első állomása az a mai itt Lábodon. Ahogy az őszi szezonban is, tavasszal is 3 tornát rendezünk a gyerekeknek, 7-9, illetve 11 éves korosztálynak. A Nagyatádi alközponton belül, a Nagyatádi körzetben zajlanak az események. Ebben az alközponton belül még 3 körzet van, Barcson, illetve Csurgon. A Bozsik program fő célkitűzései a tömegesítés, a tehetségkutatás és a tehetségek fejlesztése, hangoztatták a szervezők és az edzők. Természetesen az első számú cél a gyerekeknek a játék lehetőség biztosítása, másrészt pedig az, hogy a különböző korosztályokban, a különböző csapatokban megtaláljuk a tehetségeket, akikkel a jövőben komolyabb szinten is érdemes lesz foglalkozni. Azon túl, hogy a játék lehetőség biztosítása a fő célunk a gyerekeknek, egy másik fő célunk az, hogy a mérkőzések felén legalább minden játékos pályán legyen. Tehát például az U11-ben egyszer 20 perces játékidővel játszunk. Minden egyes játékos legalább a minden mérkőzés felén pályán kell, hogy legyen. A 11 éveseknél körzeti válogatott is működik, és ezeken a tornákon tudják a gyerekek felhívni magukra figyelmet, hogy esetlegesen a jövőben ebben a körzeti 11 éves válogatottba be tudjanak kerülni. Míg a 11 éveseknél a válogatottba való bekerülés a gyermekek célja, addig a 9 és 7 éveseknél a játék, a sport, a futball megszeretetése a célja egy-egy Bozsik tornának. Az a célja a mai tornának, hogy focizzunk egy jó. Játszottatok már egy mérkőzést, hogy sikerült? Há, jól. Rúgtatok gólt? Igen. Mióta focizol? Hát, már régóta. Van példaképed? Igen. Kicsoda? Messi. És a nagyatádi foci csapatból van példaképed? A felnőttek. Az apa, meg a bukám. A legkisebbek közt volt, aki már 5 éves kora óta hódol sportszenvedélyének, és rúgja a bőrt a foci pályán. A 3 korosztály csapatai más-más időtartamú mérkőzéseket játszottak egymással, akik számára a Lábodi Medos Sportegyesület mind vendéglátó szervezet üdítővel és szendvicssel kedveskedett. A mérkőzések befejeztével a záró ceremónián, a záró rendezvényen értékelni fogjuk majd a csapatok teljesítményét, illetve egyénileg is a játékosokat. Minden egyes pályára lépő játékos fog kapni jutalmat, és az edzők javaslat alapján minden csapatból egy-egy játékos különdíjban is részesül. A következő torna Babocsa lesz, majd a 3. fordulónak nagyot átad otthont 6 hét múlva. Kedves nézőink, mai műsorunk első része ezzel véget ért. Adásunk után dr. Kisnemes János Esperes plébános és Jakab László Tibor református lelkipásztor mondják el gondolataikat a húsvétról. Tartsanak velünk továbbra is! Kedves nézőink, folytatva tovább adásunkat, először engedjék meg, hogy a katolikus templomba invitáljam önöket, ahol dr. Kisnemes János Esperes plébánossal beszélgettem a húsvéti ünnepkörről, egészen pontosan virág vasárnaptól Jézus feltámadásáig. Elsőként dr. Kisnemes János foglalja össze önöknek, hogyan ünnepelnek a katolikus hívek. Jézus a szenvedése és a halála előtti eseményeket apostolainak már korábban jelezte, kifejezetten meg is fogalmazta, bár ők nem értették ennek a igazi mondani valóját, sőt tiltakoztak is ellene. És amikor aztán egy héttel a húsvét előtt bejelentette, ha most elmegyünk Jeruzsálembe, az ember fiátot elfogják, gonoszok kezére adják, felfeszítik, de harmadnapra feltámad. És akkor ilyen előkészületeket tett, parancsolt nekik, hogy egy szamarat fogjanak meg, és azzal ő be fog vonulni Jeruzsálembe. És így történt a ünnepélyes bevonulás, ami sok ember kíséretével történt, ők újjongtak, örvendeztek, a Szentírás eredeti kifejezést, a hozsanna szót is megőrzi számunkra, ami magyarul azt jelenti, hogy ihaj csuhaj, tehát örvendezés, újongást kifejező szó. És főleg az volt a tartalma ennek a bevonulásnak, hogy őt a Mesiás királynak nyilvánítsák ki,
mivel a messiás a jövendőlések szerint Dávid fia volt, ezt hangoztatták. Tehát ez derült ki ebből a ünnepélyes bevonulásból. De annak a külső formái úgy történtek, hogy rengeteg nép volt, gyerekek voltak főleg, és az útszélekről ágakat tördeltek, azt hintették Jézus elé, mások ruháikat szórták oda, és ezt többen mondogatták. Na most a zsidó vezetésnek ez feltűnt, mert ők ebből egy lázadás, egy forradalmi kiindulásnak a jelét vélték, és rászóltak Jézus, hogy hallgattasd ezt a tömeget. Jézus azt mondta, ha ezek elhallgatnak, akkor a kövek fognak megszólalni. És aztán a nép tovább ugyanott, így értek el a templomig, a zsidó templomig. Na most ezt a bevonulást, amiből az előbbiekben kiderült, hogy Jézus mit akart ezzel kifejezni, a katolikus egyházban egy szertartás formájában fejezzük ki, mivel a mi vidékünk a pálma ágak nem minden bokorba adódnak, és itten nálunk a mi éghajlatunkon a barka, ez a kora tavaszi kis növény, ami már kezd kibontakozni, virágozni, hát ezt szoktuk mi pálma ágak helyett cipelni, ezért barka szentelés, ezt megszenteljük, ezt körmenetszerűen most is a templomban megtesszük. És valamikor ez a templomon kívül volt ez a körmenet, ma a templomon belőle szorult. Ezzel egy emléket akarok állítani Jézusnak. Mivel azonban ő a szenvedésének előjeleként tette ezt, ezért ezen a vasárnapon, ezen a szent misén az ő szenvedésének a történetét olvassuk, illetőleg énekeljük el. Ezt nevezik, hát a latin szóval passiónak, passió szenvedést jelent. És ezt csak nem minden templomban ilyen ünnepélyes énekformájába teszik. Nyilván ennek az egész szertartásnak a ilyen általunk való megjelenítése, vagy visszaemlékezése egyértelműen Jézus szenvedését akarja állandóan ébren tartani, állandóan az emberek figyelmébe ajánlani. És ez történik évről évre. A világvasárnapi passió szövege, ez az újabb szertartások szerint változhat, de korábban hosszú évtizedeken át egy szöveg volt, és lényegében ezt a egyet énekli most is a kóruson énekkarokot, tehát öndramatizált formában. Most tehát így kezdődik a nagyheti szertartás, amely aztán nagy hétfő, kedd, szerda formájában eléggé simán folytatódik, de nagy csütörtökön ismét ünnepélyes formát vesz föl. Itten Jézust az utolsó vacsora emlékét idézzük föl egy szent mise keretében, amely valójában, amit mi teszünk, ez ennek a úgynevezett húsvéti vacsorának állandó megismétlése. Jézus ugyanis a zsidók által évszázadokon keresztül az Egyiptomba való kivonulás emlékére szintén ezt a paszkát, a húsvéti vacsorát fogyasztotta el az apostolokkal, megfelelő pontos előírással, énekekkel, szövegek és étel, és ételnek a sorrendjével is fogyasztották el. Ő itt egy töbletet csinált. Azt a kenyeret, amit amúgy ott ettek, ezt a kezébe vette, és e fölött mondta, hogy ez az én testem. Hamarosan a kelyhet vette, amelyben bor volt, az is a szertartásnak megfelelő előírás szerinti bor volt. Egyébként ezen a vacsorán 4-szer fogyasztottak volt az akkori zsidó szertartás szerint. Jézus egyszer vette a kezébe, és fölötte mondta, ez az én vérem, és ezzel azt mondjuk a kenyeret és a bort átváltoztatta az ő testévé és vérévé. Végül hozzátette, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért a nagycsütörtöki szertartás ennek a utolsó vacsorának a megismétlése. Mivel Jézus parancsként adta, hogy ezt csináljátok, azért míg ezt teszitek, az én halálomat hirdetitek, míg el nem jövök, ezzel a szent misének egy általunk megismételt formáját alapította meg, tehát parancsszerűen is, meg gyakorlatban is. Olyannyira ez gyakorlat lett, hogy az apostolok a szó szoros értelmében így is csinálták. Tehát ugyan az evangéliumokban nem egészen pontosan úgy van leírva a szentmise rendje, ahogy mi a mostani szentmisét végezzük, hanem ez a hagyomány szerint alakult ki így. Az apostolok egy bizonyos formát, ahogy ők jobban emlékeztek
a vacsora lefolyására azt örökítették meg, és pontosan örökítették hátra, azaz hagyományozták a mi időnkre is. A másik ennek a nagycsütörtöki szertartásnak ugye a Júdás elárulása, Jézusnak a vérizzadása, amit az olajfák hegyén szenvedett el, és ott a Júdás elárulása következtében az ő elfogatása szerepel a nagycsütörtöki szertartásban. Ezt mi úgy fejezzük ki, hogy szentségimádást végzünk egy zárt formába, ahol Jézus nem látszik, a keresztek el vannak takarva, a sírnál semmiféle Jézus nincs, csak az oltári szentségben van jelen, és ő imádása egy úgynevezett szentségimádás formájában jut kifejezése. Ez is kötelező része a nagycsütörtöki szertartásoknak. Na most, itt van egy érdekes a lábmosás szertartása, amit itt nálunk Atádon nem szoktunk gyakorolni, de püspöki székhelyeken, meg ilyen nagyobb asszisztenciával rendelkező helyeken ezt meg szokták csinálni. Ez az utolsó vacsorán Jézus egyik cselekménye valóban létezett, írnak erről az evangélisták. A nagypéntek az valójában ennek a szenvedésnek, ami az olajfák hegyén elkezdődött, folytatása, amit a zsidók vittek végbe azáltal, hogy Jézust elvitték Pilátus elé, és ottan az ő halálra ítéltetését követelték, és ő tudjuk, hogy a Szentírás szerint, mintha vonakodott volna, mintha egy kicsit, hogy borsot akar volna törni a zsidók orra alá, mintha egy kicsit, hogy nem az ő akaratokat teljesítette volna. A evangélisták leírásában olyan szimpatikusnak van feltüntetve Pilátus. Valójában őt a zsidók egy kényszerhelyzetbe hozták, amikor fenyegették, ha ezt elbocsátod, nem vagy a császár barátja, és aki mindaz, aki magát királyá teszi, ellene szegül a római császárnak. És ekkor Pilátus beadta a derekát, úgy mondta, hogy vigyétek, feszítsétek keresztre. Ez volt az ő kihallgatásának az eredménye. Több részlet is szerepel itten. Na most a mi számunkra a nagypéntek ezután az Jézus szenvedése és a halálát jelenti. Ami azt jelenti, hogy nekünk is rá kell hangolódnunk. Valamiképpen olyan lelki állapotot kell fölvennünk, hogy ezt az ő nagy-nagy tettét értékelni tudjuk. Én egyik beszédemben kifejtettem azt, hogy sok ember ma ezt az egész eseményt egy történeti eseménynek fogja fönn. Leírták, érdekes elolvasni, szép történet, különleges szereplőkkel, eseményekkel, igaz, 2000 évvel ezelőtt történt, de ezt nem azért írták le, hogy mostani emberek, vagy akár 100 évvel ezelőtti emberek egy érdekes történetet olvassanak el, hanem mindenkor, minden ember, utánunk is következő évszázadok emberei is ezt úgy személy szerint éljék át, személy szerint kapcsolódjanak bele, személy szerint magukra vonatkoztassák azt, hogy ez az szenvedés, amit Jézus itt végbe vitt, ez minden egyes emberért ment végbe, történt meg, és lett elszenvedve, hogy kicsit rossz magyarsággal mondjam. És valójában ekkor válik igazán az ő egyetemes szenvedésének a értéke személyekre lebontva egyes ember számára hasznossá. Szóval ezt kellene mindenképpen ezekből az eseményekből leszűrni, hogy ez nem csak egy távoli történet, jé, így volt, szépen elmondták, nektán elénekelték, eljátszották, hanem olyan formában, hogy ez nekem, az XY-nak mit jelent. Ha eddig el tudunk jutni, akkor ért valamit ez a hosszan elmondott történet a számunkra. Na most, ha ebből az ember így Jézussal, így mondja Szent Pál apostol, el tudunk temetkezni az ő halálába, akkor ennek folytatása is van. Ahogy ő esetében történt a húsvét föltámadásában, a dicsőséges mennybe menetelben, az ő története, így mondják a nagy okosok, hogy Jézus esemény nem a szenvedése halállal ért véget, hanem a föltámadással folytatódik. És ezért nem azt mondják, hogy Jézusnak történelme van, hanem ő állandóan él. Tehát más fogalmakat használunk ma már ennek az eseménynek a mai ember számára való hasznosítására. És ezt kellene valahogy tudatosítani. Tehát Jézus esemény nem zárult le egy kereszthalállal, temetéssel, hanem ő állandóan él.
Tehát nem egy bezárt esemény. Éppen máma mondtam a gyerekeknek a hittanórán, nem úgy van, mint a Kossuth Lajos meghalt, vagy Széchenyi István meghalt, eltemették, kész, nincs tovább. Hanem Jézus a föltámadásával él. És ezt jelenti a húsvét. Az előbb említettem azt a kis mozzanatot, ha valaki az ő szenvedésével ugyan együtt érezni képes, beleélni magát, Szent Pál apostol kifejezésével vele együtt eltemetkezünk a halálban, akkor vele együtt föl is támadunk a dicsőséges föltámadásban. Tehát az ő sorsát az egyik vonalon magunkévá tettük, akkor az ő sorsában részesülünk az ő üdvözítő tevékenysége által. Tehát a húsvét ezt jelenti, hogy mit jelent az, hogy Jézus föltámad. Ez a mi föltámadásunknak is abszolút biztosíték, a záloga, ha vallásos kifejezéssel mondom, sokszor ez a szó szerepel nálunk a énekekben, és a szertartások szövegében zálog biztosíték arra, hogy ezt a jézusi cselekményt, amit hát nem egészen szimpatikus dolog, de ennek a végkifejlete mégiscsak azzá válik. Most tehát, ha valaki ezt a esemény sort ilyen formában tudja fölfogni, vele így tud azonosulni, belőle minél nagyobb mértékben részesedni, annak van igazi, mondjuk, megváltás élménye. Most ez gyakorlatilag, ugye a mi vallásunkban azt jelenti, hogy nem csak ezeket a történeteket átélni, magunkra alkalmazni, az eleve, ahogy kifejtettem, hanem ennek konkrét formája a gyónás és az áldozás. A gyónásban az ember a bűneit megvalva szinte magát teszi szenvedővé, mert aki gyóni szokott, az kicsi szenved, szégyenkezik, önmagát vádolja, nem a szomszéd asszony, saját magát vádolja, és ez egy nagyon kegyetlen dolog. A gyónást ezért sokan nem is szeretik, mert az ember ott az se jó, mikor mások vádolnak téged, de mikor saját magát kell, hogy ezt teszik a gyónásban. És azáltal egy nagyon fontos érték valósul meg a gyónó emberben, mint egy kvázi magát szenvedővé teszi. És ez a szenvedés a külső kifejezés formája annak, amit a Jézus szenvedésével hosszasan elmondtam. Na most ezért érthető az a dolog, hogy a dicsőség is vele együtt, hát párhuzamosan bekövetkezzék. A húsvét ugye itt sokféle formában, ételben, italban, sonkában, tojásban, kalásban, aztán különféle, mit tudom én, milyen diszekben, virágokban szokott kifejezésre jutni, képeslapokban, vagy jóisten tudja, miféle fantázia formában, nyuszikban, meg ehhez hasonlókban, meg csibékben, ezek mind mellékes dolgok. És itt egy dolgot, hadd mondjak, olvastam egy történetet, ezt a templomban el is mondtam, de nem állt egy kicsit ismétel is, mikor egy nagyon vallásos család hazament húsvétkor a húsvéti miséről, és akkor hát bolond van, Jézus föltámadt, alleluja, minden, örvendezünk, minden van. Szóval megszólal a telefonot a lakásukban, már mise után otthon. És valaki azt mondja, hogy kívánok nektek boldog nyuszi ünnepet. Hát azt mondja, elhűltem. Én, aki allelujával, Jézussal vagyok tele, az ő föltámadása tett örömmet nekem és a családomnak, most így jön a nyuszi. Semmi közel nyuszinak ehhez a húsvéthoz. Tehát ezeket a szafrangokat hát mellőzni kellene, sajnos igen sok embernél valahogy erre tevődött a hangsúly a külsőségekben, az ételben, italban, ünneplésben, szórakozásban, és a lényeg, amit itt az előbb hosszasan kifejtettem, ugyancsak sokszor itt elmarad. Ezeket a gondolatokat érdemes lenne mindenkinek, hogy megfogadni. Ez ugyan nem egy prédikáció, ahol az ember egy kicsit más húrokat is megpendít, hanem egy olyan fölvilágosítás, egy kicsit olyan beleérzés, valahogy, ami kicsit sokkal több lenne, mint egyszerű kioktatás, tanítás, mert itt az ember tetteit, érzelmeit, tudását valahogy azonosítja Jézus Krisztuséval, és ekkor válik igazi értékűvé. A körmenet az valóban a húsvét egyik része, ami itt Nagyszombaton zajlik le, itt a nagyszombati szertartások befejező aktusaként. Itt kimegyünk az utcára, pontosabban itt nálunk Nagyatádon a Széchenyi téret, a szó betű szerinti egy kört írunk le.
Ennek a lényege az, hogy az örömet, az ujjongást, a föltámadt Jézus Krisztus melletti szimpátiát, azt ilyen külső formában is kifejezésre juttatjuk. De az, hogy ott a oltári szentséget, magát Jézus Krisztust a kenyér formájában körül hordozzuk, tehát mint egy megmutatjuk a világnak, nézzétek, Jézus nem csak a sírban van, hanem föl is támad. És hogy mindenki vegyen tudomást róla. Valójában a belső öröme az egyháznak ilyen külső, mások által is láthatóvá tételével jut kifejezésre. Na most az előbb említettem a szent áldozás. Ez valójában annak a nagycsütörtöki eseménynek a folytatása, amit Jézus azkor átváltoztatott kenyér és a bor eseménye után mondott, hogy vegyétek és egyétek, vegyétek és igyátok. Ehhez ő korábban, nem a utolsó vacsorán, egy nagyszerű tanítást adott, ami számunkra most gyakorlattá válik. Ez pedig az, hogy aki eszi az én testemet és izza az én véremet, annak örök élete van. Aki nem eszi, abban nem lesz élet. Így nyilván nem a földi élet 60-80-100 évéről van szó, hanem arról, amit az ember az öröki valóságban fog átélni. És annak biztosítéka, megint ezt a szót használom, záloga, az oltári szentség vétele. Erről Jézus Krisztus szavatól, ő szava által válik bizonyossá ennek a szent áldozásnak a vétele. Ezért igen jó lenne, mondjuk, amikor a gyerekeket kicsikorban, itt nálunk harmadik osztályos korban készítjük elő Jézussal való ilyetén első találkozásra, amit nevezünk első szent áldozásnak, ami aztán egész életükben folytatódó cselekményé kéne lenni. Akkor, de valójában, tehát amikor első áldozás van, akkor ennek a utolsó vacsora és a korábbi tanításnak a folytatása és konkrét személyekre való alkalmazása történik. Fölhasználom ezt az eszközt, alkalmat arra, hogy a nagyatádi híveknek, embereknek ilyen értelemben kívánjak kegyelemteljes húsvéti ünnepeket, hogy az az érzelmeikre és Jézus Krisztussal összekötetésben teljék el, és akkor így hozzon minden családnak és minden személynek igazi húsvéti boldogságot. Társalgunk második részében a református lelkipásztor látott vendégül minket, akivel szintén a húsvéti ünnep jelentőségéről, mondani valójáról beszélgettünk. Jakab László Tiborral a tavaly átadott Calvin teremben találkoztunk. Örülök, hogy minden ünnep előtt azért a média lehetőséget ad arra, hogy az elsatnyult, elszürkült hétköznapokban ne a szabadnapok rangjára süllyedjen egy ünnep, hanem a tartalmát, a lényegét, a lényegi jellemvonásait elmondhatjuk több szemszögből nézve. Így most erre a kérdésre, amit felelőszerkesztő asszony feltett, örömmel mondom azt, hogy ez nem csak a reformátusoknak, hanem a világ kereszténységének a legnagyobb ünnepe. Egy olyan ünnep, amelynek nincs analóg történelmi változata, tehát egyszeri, megismételhetetlen, soha senki nem fog ezt tudni megismételni, mert hitünk szerint és a Biblia tanítása szerint a világ megváltója, az Úr Jézus Krisztus az isteni szeretetet közel hozta, a bűnbocsánatot és az újjászületésnek, az örök életnek az ajándékát hozta el az emberiség számára. Lehet, hogy ez nem igazán hívja fel mindenki figyel, ez az interjú, hogy ez a tény, hogy húsvét közeledik és húsvét lesz, nem mindenkinek van ott a gondolatai középpontjában, nem hívja fel az érdeklődése, nem kelti fel az érdeklődését, mert belenehezedik mindenki a mindennapjaiba. A föld életünkben egy nagy váltakozás közepette, a szenvedés és az öröm feszültségében telnek a mindennapjaink, az öröm és a fájdalom váltogatják egymást, ahogyan a sötétség is felváltja a fényt, és talán azt tudnám mondani, hogy ebbe a feszültségbe, ebbe a mindennapi megszokott életvitelbe azért úgy ragyog be a húsvét fénye, hogy
átível a nappalon az éjszakán, átível a naprendszerünk fényén, a tejúton, a galaktikákban, a naprendszereken túl, a csillagmilliárdokon túl, mert mindenen túl, ha az ember az égre tekint, akkor az Isten kegyelmét látja meg. Így van ez, hogyha felemeljük húsvétkor a tekintetünket, és a Golgotai keresztre tekintünk, akkor a világ megváltóját, a világ világosságát láthatjuk meg. Tetszik vagy nem tetszik, ha akár hogyan is díszítjük fel a húsvétot, népszokásainkban, vagy a régi görögök a mitrász kultuszból vették, hát keleti vallásokban élő gyakorlat volt az, hogy nem nyugodott bele az ember az elmúlásba, a halálba. Tehát sokkal aktívabban, sokkal komolyabban, sokkal hatékonyabban élték meg az örök élet várását és az örök életben való hitet, úgyhogy a kereszténység nem újat hozott, nem újat mondott az embernek, hanem a feleletet adta meg arra a kérdésre, hogy mi az emberi élet értelme, és mi a vég célja az emberi életnek, az örök élet, az Istentől elnyert örök élet. De mert az ember szív, az sok mindennel van teli, sok mindennel terhelt, nehezen tisztítható, sokkal kevésbé tisztítható, mint az ünnep előtt a lakás, a nagy takarításkor. Sok mindent belep a por, ezért igazándiból kétféle ember létezik, az Isten félő ember, a hívő ember és a hitetlen ember, aki számára nincs Isten, nem hisz az Istenben, nem hogy valamiben hisz, nem hisz az Istenben. Tehát ez a két gondolkodásmód úgy feszül egymásnak, úgy állnak sziklaszilárdan egymásra szemben, mint ahogy a régi görögök mondták a Gibraltár szorosnál Herkules oszlopai. Egyik sem mozdul el a másik irányában, látszólag nincs út sem filozófiában, sem teológiában, sem semmilyen más tudományban, így természetszerűen a biológiában és az orvostudományban sem tudnak ideig, óráig, múló pillanatig tartó megoldásoknál többet. Az örök életre a két meggyőződés, megmerevedett, beágyazódott meggyőződés között, mint ahogy a földközi tengeren hajózó görögök régen tudták, hogy nincs kimenetel csak a Gibraltáron, pedig beértek már északtól déli, kelettől nyugatig, kimentek egy napra a tengerre, visszajöttek, mert nem találtak szállást, mert csak a sziklák között lehetett kimenni, kimentek egy hétre, két hétre, három hétre, visszajöttek, és azt mondták a királynak, király küld ki a kőfaragóidat, és vésest fel a sziklára, non plus ultra, ezt a mondatot, ezt a latin mondatot, nincs tovább, nem érdemes kimenni, mert nincs tovább élet. És ugye eljött néhány ezer esztendő után egy, vagy másfél ezer esztendő után egy Cristoforo Colombo nevezetű bátor hajós, aki ma maga és társai hajójával kiment, nem egy hétre, nem három hétre, két hónapra további időre. Igaz, hogy ők Indiát keresték, de felfedezték Amerikát, visszajöttek, bementek a királyhoz, és azt mondták, király, vésesd le azt, hogy non, nincs, maradjon ott, hogy plusz ultra, van tovább. Tehát a bebetonozódott, beágyazódott herkulesi sziklák, a hívő emberek közösség és a hitetlenek egy Gibraltárnál egyik sem közeledik a másik felé, ebben a modern globális világban, meg pláne nem. Látják, mert ott hajózik el az óruk előtt a megoldás hajója, hogy van tovább. Minél többet tud az ember a világról, minél műveltebb, minél inkább belássa magát a tudomány világába, annál inkább rádöbben arra, hogy porszemjék is dolgokat. Milliárd porszemet fedez fel, egy marék porban tessenek elképzelni, mennyi porszemecske vagy homokszemecske van. Rengeteg, de ez az egészhez viszonyítva, a teremtett mindenséghez viszonyítva nagyon kevés. Rádöbben az ember arra, hogy az életének nem ura, hanem gazdája. Na itt jön akkor az evangélium és a húsvét üzenet, reformátusoknál is, és evangélikusoknál és másnál is. Az Isten evangéliumát, a Biblia summáját, a János evangélium a 16. részének a 3. versében
így summázza, így összegzi, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta élet, hogy valaki hisző benne elnevezzen, hanem örök élete legyen. Jézus Krisztus az, aki képes volt isteni természeténél fogva felvállalni azt, hogy az Isten igazsága ne szenvedjen csorbát, ami gyarlóságunk, engedetlenségünk, bűnös voltunk miatt, a Szent Isten meg kell büntesse azt, aki az igazsága ellen vét, de az ember ebbe belehal. A bűn zsoldja, a bűn fizetsége a halál. Jézus Krisztus az, aki le tudja győzni a halált. És nagypénteken, a nagypénteki keresztre feszítés alkalmával valóságosan meghal, megtöretik a teste, kiöntetik a vére, ahogy ezt ő szenvedéseiben többször is jelzi, hogy harmadnapra megépüljön a Szentlélek temploma, a feltámadott halált nem ismerő testben megjelenjen a tanítványai előtt, úgy, hogy legyőzi a kárhozatnak az erejét, hogy tetszik a poklok poklát. És azért a legnagyobb ünnepünk a húsvét, benne a nagypéntek, mert minden hiedelemmel, minden hagyománnyal, minden tradícióval ellentétben mi hisszük és valljuk azt, hogy amit az előbb elmondtam János evangéliumában, hogy egyedül csak Jézus Krisztus által lehet üdvözölni, kimenni az örök élet útján. Nála van az életnek és a halálnak a kulcsa. Befejeződik itt az élet, utána jön egy alagút a halálba, de annak a végén megint ott van a fény, a világ világosságának fény, az ő fény, és ő nyitja az ajtót, mert kereszt halálával ő fizetett meg az ember bűnét. Úgyhogy aki hisz ő benne, az biztos lehet benne, és remélheti, hiheti, hogy megbocsátottak a bűne is üdvözül. Ezért nálunk reformátusoknál megbocsásson bárki, és nem ironizálni, és nem bosszantani akarok senkit se, hitvitákban nem akarok kezdeni, de ezért nálunk mi nem a szentekhez, nem Szent Antalhoz, nem Szent Péterhez, nem Szűz Máriához, a Nagyboldogasszonyhoz imádkozunk, mert ez a név, hogy Jézus, azt jelenti, hogy üdvözítő. És tudjuk, a Szentírásból tudjuk, hogy ő maga mondja, üdvösséget másnál sem keresni nem kell, sem találni nem lehet. Tehát nála van az élet és a halál kulcsa. Ő törte át a feltámadásával a halálnak a falát, ami elzár bennünket az élettől. És mondhatja valaki ezt, igen, de még senki nem jött vissza a halálból. Nem, ő jött vissza, és azt mondja a János evangélium a 14. részében, mindenki végigolvashatja, Jézus mondja, szoktam temetésekkor vigasztalásként olvasni a sír előtt a gyászolóknak. Jézus mondja, nem hagylak titeket árvákul. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd helyet készítettem néktek, ismét eljövök, hogy magamhoz vegyelek titeket, mert azt akarom, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Az utat tudjátok. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem csak én általam. Ezért, ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Én azt szeretném, hogy ez az ünnep kapja meg újra a méltó helyét az emberek gondolatvilágában, az emberek mindennapi életében. Ne egy munkaszüneti nap legyen, mert az elmúlt 60 esztendő internacionalizmusa és globalizmusa megfosztotta a díszétől ezt az ünnepet. Akár az istentiszteletek csodálatosan szép liturgiái, akár a sok-sok himnusz, akár a művészetben megnyilatkozó sok-sok gyönyörűség, amely díszíti a freskókat, díszíti a képtárakat, díszíti a templomokat, Munkácsának a nagy trilógiájára tessenek, de ennyi az ember, egyszer homo íme, csak ott Krisztus előtt megállva lehet tőle kérni azt, hogy nyissa meg az élet útját előttem, az élet ajtaját előttem. Ezekre is időt kell szánni.
Nagyon sajnálom, hogy gyermekkorom két legnagyobb és legjobban várt ünnepe, a karácsony és a húsvét, így ilyen vásárlási szokássá, szabad nappá vált, a város ember számára kirándulássá degradálódott, és nem hagynak a léleknek lélegzetvételt, pedig közösséget formál az ünnep. És a lélekben egymáshoz való közeledés ezt a merev beágyazódottságot, Herkules szikláit is közelebb engedi, közelebb hozza egymáshoz, közelebb kerülnek az emberek. Nem véletlen, hogy locsolkodni mentek az őseink, az elődeink. Egyrészt egy gyönyörű szép szokás, kisfiútól nagy legényig mindenki várta, mert a legények így még háztűznézőbe is elmehettek kultikus keretek között. Kifejezte a locsolás azt, hogy az öntözés azt, hogy az új életet táplálni kell. Nem szabad hagyni, hogy kialudjon. Ma már a kisgyerek azt számolja, hogy elmegyek keresztanyhoz, nagyanyámhoz, tanítónénihez vagy a tanárnénihez, mennyi pénzt fogok kapni. A nagyobbak már szégyelnek menni, a barátok nem mennek el egymást meglátogatni, nem locsolják meg egymás feleségeit, egymás hitles társait. Bezárják az ajtókat, a víz helyett drága körlire nem pazarolnak, meg már ég a gyomrom, ne jöjjenek locsolni, nem sütnek süteményeket. Ma már a húsvéti főtt tojás és himes tojás, amit kapnak és amit ajándékba kapunk, nem hordozza az új életnek a feldíszített, a bűntől megtisztított örök életnek a jelképvilágát. Tessenek Jankovics Marcellt hallgatni tévében, rádióban olvasni, szenzációsan leírja ennek a szimbolikáját. Egyáltalán bezárkózunk, begubózunk, és csak akkor döbbenünk meg, ha valami tragédia ér, ha valami baleset ér, ha rákos daganat kezd el rohamosan nőni és pusztítani a szervezetünkben, hogyha elveszítjük azt, akit nagyon szeretünk, és akkor széttárjuk a kezünket, és én mit tudok tenni? Ezt kell tenni, kedves tévénézők, kedves magyar testvéreim. Azt mondja Jézus, ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Aki hisz én bennem, ha meghal is él az. A sötétség világába, hogy bejött a világosság, a kegyelem világosság, a világ világossága, ez az ünnep sokkal több ahhoz képest, hogy egyszerűen köznapi mulatságunk szintjén emlegessük. Tessenek megfigyelni, hogy a népi költés, nem is tudjuk ki a szerzője, egy nagyon szép summás megállapítással összegzi a nagypéntek, nagycsütörtöknek, az árulásnak, a péteri árulásnak és a nagypénteki keresztrefeszítésnek és a húsvéti feltámadásnak ezt a nagy triászát. Jézus, mikor feltámad, nem mondta Péter, milyen hitvány vagy. Nem ment el, hogy megítélje Kajafást, és nem mondta Pilátusnak, hogy akkor te a nagy császár helytartója ki vagy, hogy megbüntess őket. Pétertől is csak annyit kérdezett, szeretsz engem. Mert aki szereti, és elfogadja őt, hisz ő benne az üdvözül. Így szól a népi versike, négy sorát, egy szakaszát hadd olvassam fel, és ezzel kívánok a televízió munkatársainak, a város minden lakójának, elöljáróknak, vezetőknek és vezetetteknek, tanulóknak és tanítottaknak, kicsiknek és nagyoknak, ifjaknak és öregeknek áldott örömteli, békés és szép húsvét ünnepet. Nézz fel, ember, egyszer vágyjal a Golgotára, a durván álcsolt hármas kínos keresztfára. Az egyiken átok, a másikon áldás, a harmadikon eljött néked a megváltás. Áldott ünnepet! Mai rendhagyó társalgónk ezzel véget ért. Adásunk végén engedjék meg, hogy munkatársaim nevében én is kellemes, szeretetteljes húsvéti ünnepeket kívánjak mindnyájuknak. Töltsék az ünnepet szeretteik körében, figyeljenek egymásra, s töltődjenek fel energiával, hogy a következő hetek, hónapok békességben, boldogságban teljenek. Bíztatom a fiúkat és a férfiakat a locsolásra, hiszen ez a régi szokás egyre inkább feledésbe merül, ám higgyék el, jól esik nekünk, ha gondolnak ránk, s nem hagynak elhervadni minket. További kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra! Köszönöm.